A mérkőzés elején felváltva estek a kosarak, aztán néhány pontos előnyt szereztek a cápák, de az első szünetre már egy pontos kaposvári vezetésnél vonultak le a csapatok. A második játékrész derekára 11 ponttal elléptek a vendégek, majd egy hazai időkérést követően a félidőig 3 pontra felzárkózott a Nyíregyháza. Fordulás után is ragaszkodtak egymáshoz a felek, teljesen nyílt volt a mérkőzés, az utolsó 10 perce 3 pontos hazai vezetésnél futottak ki a játékosok. A záró negyedben ellenállhatatlanul játszott Pető Ákos együttese, és visszaverve a Kaposvár minden felzárkózási kísérletét, sorozatban harmadik győzelmét aratta a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az első 15 perc nagyon vártuk, hogy a Kaposvár mit fog csinálni, és megbüntettek. Tudtuk, hogy amikor magas szerkezettel vannak, nagyon erősek lepattanóban, és szerencsére végjátékban voltak bravúros lepattanóink, és abból tudtunk könnyű kosarat dobni. Szerintem az jelentette a végén a mérleg nyelvét, illetve Nigel, amikor megakadt a szekerünk, akkor a meccsben tartott minket az egyéni teljesítményével. A nyíregyháziak amerikai irányítója 38 perc alatt 38 ponttal, 5 lepattanóval és 6 gólpasszal vette ki részét a győzelemből. A második negyedben az volt a kulcs, hogy elkezdtük leszedni a lepattanókat, nem engedtünk annyi második esélyt az ellenfélnek, a másik oldalon könnyebb kosarakat szerezhettünk, és volt egy jó periódusunk, amivel visszajöttünk, így már vezettünk a nagy szünetre. Számomra ez egy olyan meccs volt, amikor éreztem, hogy minden dobásom be fog menni. A csapattársaim is arra bíztattak, hogy legyek agresszív. Örülök, hogy megszereztük az egymást követő harmadik győzelmünket. A kaposváriak csapatkapitánya szintén Johnson teljesítményében és saját csapata védekezésében látta a vereségük okát. A különbség a jobb szélen ülő játékos volt, Johnson személyével, aki 38 pontot dobott, és a második félidő volt a különbség, ami döntött, hogy nagyon sok kosarat kaptunk, szétesett a védekezésünk. Az első félidőben még úgy, ahogy működött, de a másodikban sajnos nem tudtuk megvalósítani, amit elképzeltünk és amit szerettünk volna a védekezésben. Ez okozta a vesztünket, és a sok kihagyott zicser szerintem a második esélyből volt nagyon sokszor lepattanó után, amikor visszaraktuk, de nem ment be, és ismét visszaraktuk, de azt sem ment be, és abba kaptunk egy gyors nyitást. Illetve a sok 2+1-es akció, ami megpecsételte a sorsunkat. A forduló további eredményei a következők: Szolnok Kecskemét 81-63, Sopron Albafehérvár 82-95, Atomerőműese Szeged 84-90, Körment Pécs 84-71, Debrecen Zalaegerszeg 88-66 és Szombathely Oroszlán 81-73. A tabellát a Szombathely vezeti 9 győzelemmel 100%-os teljesítménnyel. A 3 győzelemmel és 6 vereséggel 11. helyen álló Nyíregyháza pénteken a 2-6-os mutatóval rendelkezik, 13. Zalaegerszeg otthonában lép pályára.